Ebben az utcában bántalmazta a 29 éves élettársát az erőszakos férfi. A nőt két kisgyereke szeme láttára ütött arcon, az áldozatnak felrepett a szája és vérzett is. Ezután értesítette a rémült nő a rendőrséget. A kiérkező egyenruhásoknak azt mondta, nem először ütötte meg a párja. Kollégáim azonnal éltek azzal a jogukkal, hogy a férfivel szemben határoztak az ideiglenes megelőző távoltartásról, és előterjesztést tettek a szexuális eljárás bíróságon arra, hogy a férfivel szemben megelőző távoltartást is foganatosítsanak. Vagyis a rendőrök a helyszínen döntöttek arról, hogy megtiltják a támadónak, hogy 72 órán keresztül az áldozatával közös ingatlanban, vagyis az otthonukban tartózkodjon. Ilyen döntést saját jogkörben eljárva a rendőrség június óta tehet. Akkor lépett hatályba az a törvénymódosítás, ami így akarja védeni például a családon belüli erőszak áldozatait. Korábban ilyen döntést csak a bíró hozhatott meg, ez pedig akár napokig is eltarthatott. A rendőrség szóvivője azt mondja, a törvény módosítása óta egyre több ilyen esetben kell ideiglenes távoltartásról dönteniük.